A zsúfolt utakon jelentősen megnő a kerékpáros balesetek kialakulásának kockázata. A rendőrség adatai szerint tavaly 82 biciklis vesztette életét. A hegyvidéken egy halálos kimenetelű baleset történt. A tragédiák hátterében általában az elsőbbség meg nem adása és a figyelmetlenség áll, mondta Kis Csaba, az ORFK közlekedés rendészeti főosztályának vezetője. Amikor a kerékpáros az előidézője a balesetnek, akkor nagyon sokszor az azért következik be, mert nem biztosítja az elsőbséget a védett, a főútvonal haladó járművek részére, tehát kikanyarodik széljelnézés nélkül, úgy halad, vagy úgy szeretne áthaladni akár a kereszteződésen, illetve rácsatlakozni a főútra, tehát itt az elsőbség meg nem adása az, ami a leggyakoribb szabályszegés, ami miatt bekövetkezik, a kerékpáros hibájából a baleset, a járművezető vagy az egyéb járművezető hibájából pedig legtöbbször azért, mert nem tartják meg a kellő oldaltávolságot, illetve kanyarodás közben, főleg jellemzően jobbra kanyarodás közben nem veszik észre a kerékpárost, és megtörténik a baleset. A kerékpárosok biztonságos közlekedése érdekében egyébként a rendőrség idén is folytatja figyelemfelhívó akcióját. Az idei kampány keretében több mint 300 000 láthatóság eszközt, így például fényvisszaverő mellényeket és kerékpáros lámpákat szerzett be a rendőrség. Ezen kívül a szakmai szervezetekkel együttműködve baleset megelőzési előadásokat is szerveznek majd a szakemberek. Képregények a matekleckéhez és diafilm az olvasókönyvben. Bemutatták az Oktatás Kutató és Fejlesztő Intézet tartalmukban és külsejükben is megújult tankönyveit. 2014. októberétől az OFI felelős az állami tankönyvkiadásért, tavaly 10 millió tankönyvet gyártottak le. A kísérleti tankönyvfejlesztés első szakasza lezárult, vagyis első 5. és 9. év folyamon 31 új generációs tankönyv nyerte el végső változatát. Több száz tanár próbálta ki a könyvet, ezek közül minden könyvnek volt legalább 30 olyan tanára, aki óráról órára foglalkozott ezzel a könyvvel, tehát munkanaplózta. Ezen kívül ezeket a tankönyveket átengedte a Nemzeti Tankönyvtanács, és átestek az Oktatási Hivatal akkreditációs rendjén is. A tankönyvekhez szorosan kapcsolódva a Nemzeti Köznevelési Portálon számos digitális tananyag és feladat is elérhető. 2016. április 1-től indult el a tankönyvrendelés a következő tanévre. Az első 4 évfolyam felmenő rendszerben ingyen kapja a tankönyveket. A tavalyi tanévben 650 000 diák kapott ingyenes tankönyvet, és ez a kormány részére 6,5 milliárd kiadást, illetve támogatást jelentett a gyermekek részére és a családok részére. Az új tankönyvek azért kaptak gazdag képi illusztrációt, hogy közelebb kerüljenek a fiatal generáció igényeihez.